Lukács evangéliuma 11. fejezetének 14. versétől kezdve így szól hozzánk Isten igéje. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebubbal űzöm ki az ördögöket, de ha én Beelzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. És végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá. Boldog az anyja méh, amely téged hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált. Erre ő így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és meg is tartják. Eddig Isten írott igéje. Az ígérdetés központi igéjét Lukács evangéliuma 9. fejezetének 49. és 50. verséből olvasom, ahol így szól hozzánk Isten igéje. Megszólalt János. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űzött ki ördögöket. És igyekeztünk megakadályozni ebben, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki, ne akadályozzátok őt, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. Foglaljuk el a helyünket. Hát ez a 2 vers, amit éppen felolvastam, az a mai napra kijelölt újszövetségi szakasz. Az ószövetségi szakasz Józsué könyve, hát ott egy felsorolás van sok-sok névvel, hát arról nem nagyon lehet olyan nagyon sokat beszélni. Ezért gondoltam, hogy inkább az újszövetségi résszel foglalkozom, viszont ez a 2 vers, az nagyon kevés. Meg eleve, amit az Úr Jézus ott mond, aki nincs ellenetek, az mellettetek van, azt csak akkor értjük meg jól, hogyha halljuk azt a másikat is, amit az Úr Jézus éppen 2 fejezettel később mondja, hogy aki nem velem együtt gyűjt össze,
az tékozol, vagyis szétszór. A kettőt együtt kell látni, hogy értsük meg, miről van szó. Ezért inkább először a második történettel, amit előbb olvastam föl, szeretnék egy kicsit foglalkozni. Ugye mind a két történetben ördögűzésről van szó. Azt nem nagyon ismerjük mi, bár most is vannak emberek, akik a természetfölötti világgal kerülnek kapcsolatba, és pedig olyan lényekkel, akik nem az ember javát akarják, hanem tönkre akarják tenni. Itt a döbbenet a történetben az, hogy ugye az Úr Jézus olyan emberek között tanít az Isten dolgairól, akik pontosan ismerik az Ószövetséget. Mi a zsidóknak az volt a Szentírás. Még nem tudták, hogy pontosan ki lesz az a férfi, az a messiás, aki el fog jönni, megoldani az emberek legnagyobb problémáját, a bűnt, a proféciákat tudták, az egész Ószövetséget ismerték nagyon jól, mert minden héten arról szólt a magyarázat a zsinagógában, és abban több helyen is szerepel az, hogy nem szabad más természet fölötti lényekkel foglalkozni. Csak az Istenhez szabad imádkozni, a Biblia az iránytű, és ha valami más módon, valaki mondja, hogy más módon is lehet valami különleges dolgot elérni, akkor igazából ezt Isten megtiltja az ő népének. Mégiscsak vannak olyan emberek az Úr Jézus körül, akik ilyen dolgokkal foglalkoztak. Ezért, amikor az Úr Jézus megmutatja, hogy neki milyen hatalma van, nem csak olyan betegeket gyógyít meg, akikben valami testi rendelleneség van, hanem olyan betegeket is gyógyít meg, akikben valami tisztátalan lélek munkálkodik. Ugye ezzel az Úr Jézus megmutatja, hogy neki hatalma van még a természet fölötti lények fölött is. És ha ő egy embert tud meggyógyítani, akit gyötör egy természet fölötti lény, akkor természetesen neki hatalma van arra is, hogy megszabadítsa az embereket, mindenkit, a sátán kezéből, azokat is, akikben nincs tisztátalan lélekem, de mégse Istenre hallgatnak. Mert ami nem hitből van, az mind bűn, szolgálja sátánnak, Isten ellenségének az ügyét, akkor is, ha én nem kerestem őt, de ő a markába tart engem. Ugye ez a bűnbeesésnek a következménye. Ezért űz ki az Úr Jézus ördögöket. És amikor ezt éppen teszi, hallottuk, egy teljesen képtelen vád hangzik el. Hogyan csinálja az a názereti Jézus ezt a dolgot? Hát azért, mert ő kapott erre a hatalmat, mondják néhányan, az ördögök fejedelmétől. És az Úr Jézus mondja, hogy hát most itt álljunk már meg, mert mindenki látja, hogy ez egy képtelen vád. Hát ha egy ország, egy hatalom önmaga ellen fordul, akkor mi fog történni? Hát össze fog dőlni. Ha ide jön egy idegen hadsereg, és megszállja az országot, utána meg a parancsnok el is küldi a katonákat, hát akkor pont elveszíti a hatalmát. Hát milyen parancsnok az, aki ezt csinálja? Hát olyan hülye senki se. És kiderül, hogy az Úr Jézus ezt miért mondja? Hát ez azért mondja, mert voltak ott más emberek is, akik segítettek az embertársaiknak abban,
hogy elmeneküljenek a sátánnak a hatalmától. Ugye beszél itt a Szentírás arról, hogy voltak más ördögűzők is. Azokat meg dicsérték. Milyen nagy szolgálatot tesznek, hogy vannak emberek közöttünk, akik nagyon nagy bajban vannak, és nem is testi baj az, és nem is lelki zavarban vannak, hanem annál nagyobb bajban vannak, de vannak itt ám emberek, akik még azon is tudnak segíteni. Hát azokat dicsérték. Ugyanazért, amit az Úr Jézus csinál, de amikor az Úr Jézus teszi, akkor hirtelen nem tetszik. Ha végigolvassuk az evangéliumokat, akkor nagyon sokszor látjuk ezt. Amikor két ember ugyanazt csinálja, akkor az még nem ugyanaz. Ha olyan ember tesz valamit, aki betartja a törvénytudósoknak az elképzeléseit, akkor minden rendben van. De amikor az Úr Jézus teszi ugyanazt, aki még arra is rámutat, hogy ezek az okos emberek, akik tanítottak a zsinagógákban, sok mindent nem jól értettek a Bibliában, ha az Úr Jézus ugyanazt teszi, akkor hirtelen nem jó. És ugye nem azért, mert mást csinált volna, hanem azért, mert ő még mást is mond. És utána az Úr Jézus folytatja, és azt mondja, hogy de igazából, ha menekülök is ilyen tisztátalan lélektől, akkor nem biztos, hogy ez a végső megoldás. Mert talán jön egy második támadás. Ismerjük ezt nem csak a tisztátalan lélek esetében így van. Ha menekülünk egy helyzetből, egy nagyon nehéz helyzetből, akkor még nem biztos, hogy ugyanaz a dolog nem fog visszatérni. Ha le akarjuk tenni a cigit, akkor lehet, hogy egy hétig sikerül, aztán lehet, hogy megint jön a vágy. Ha megfogadtunk, hogy nem fogunk vitatkozni az élettársunkkal, lehet, hogy két hétig be tudjuk tartani, de valamikor jön olyan helyzet, amikor mégiscsak el kell magyaráznom. Sok ilyen helyzet van. Tudunk valamiről, hogy nem helyes, elhatároztuk, hogy azt a dolgot nem fogjuk csinálni, egy darabig sikerül, aztán jön olyan helyzet, amikor mintha még erősebben tennénk azt a dolgot, amit nem szerettünk volna. Na, erről beszél itt az Úr Jézus. Ha valaki kiűzi ezt a tisztátalan lelket, de utána üresen áll ez a ház, tehát ezt a helyet nem tölti be semmi más, akkor lehet, hogy a tisztátalan lélek visszatér. Ha megfogadtam, hogy leteszem a cigit, de nem találtam ki valamit, amit a cigizés helyett fogok csinálni, akkor megint üres a kezem. Akkor mégiscsak, hát ezt szoktam meg, mert nem tanultam a rossz dolog helyett jobbat. Megfogadtam, hogy nem fogok vitatkozni a párommal, de ha nem találtam ki, hogy akkor a helyet mit fogok csinálni, akkor nem tudok mást. Ugye az a gyereknevelésnek az alapja. Hát minden gyereknek sok mindent lehet megtiltani, de ha nem magyarázom el neki, hogy helyette mit kellene csinálni, akkor a gyerek fejében mi fog motoszkálni? Hát az a dolog, amit megtiltottam neki. Óvodában biztos, de még általános iskolában is, lehet, hogy még később is. A Biblia ezt sokszor csinálja, hogy ne ezt, hanem azt.
Ne így gondolkodj, hanem máshogy. Mindig a helytelen helyet ajánl valami jobbat, valami jót. Hogy tudjam, hogy az adott helyzetben mit kell csinálni. Arról beszél itt az Úr Jézus. Hogy kell egy erősebb. Kell egy erősebb, aki magához gyűjti azokat az embereket, akik nagy-nagy bajban voltak, úgy gyűjti magához, hogy utána is fog róluk gondoskodni. Mellettük fog maradni. Kivédi a gonosz dolgokat, a rossz dolgokat. Nem csak egyszer meggyógyítja őket, hanem magához gyűjti, hogy mellette legyenek és maradjanak, hogy amikor legközelebb jön a kísértés, vagy a támadás, akkor legyen ott mellettük az Úr Jézus, aki az erősebb, aki tud segíteni a védésben, aki a rossz helyet valami jót tud adni. És ezért mondja itt az Úr Jézus, aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt össze, az szétszór. És ő ezt nem csak a beteg emberekre gondolja, ő ezt minden emberre gondolja. Minden embernek a legnagyobb problémája az, hogy alapvetően nem nyitott Istenre. Alapból, hogy megszületünk, sok mindenre nyitottak vagyunk, sok mindent szívesen fogadunk el, de amikor a Biblia kezd szólni hozzánk, akkor valahogy gyárilag tiltakozunk. Én egy református családban nőttem föl, gyerekként is, minden héten ott ültünk az istentiszteleten, gyerekistentiszteletekre jártam, ifjére jártam, és egy nagyon kíváncsi gyerek voltam. Amióta olvasni tudok, járok könyvtárba, lehetett mindig 4 könyvet kölcsönözni a könyvtárból, aztán az ember kapott valami 3 hetet, hogy végigolvassa, visszamentünk, és jöhet a következő 4, nyáron még 6-ot is lehetett. Hát én olyan sokat olvastam, olyan okosnak gondoltam magam, hogy igazából, amikor bármit hallottam, ami a Bibliával volt kapcsolatos, akkor nekem is mindig megvolt róla a véleményem. És már egyetemre jártam, amikor rá kellett döbbennem arra, hogy én az égvilágon minden könyvet olvasok szívesen, minél vastagabb a könyv, annál szívesebben, annál bonyolultabb a könyv, vagy minél bonyolultabb a könyv, annál szívesebben. De van olyan könyv, amit még nem olvastam el. Nem kezdtem az elején úgy, hogy végig akartam volna olvasni, hogy ez a Biblia volt. Elkezdtem olvasni az első oldalt, ahol Isten azt mondja, hogy legyen világosság. Aztán egyszerűen a következő mondat az, hogy és lett világosság, és én meg felháborodtam, mert én fizikát tanultam. Hát nem tudták leírni, hogy milyen a fény. Annyira buta a Biblia, hogy nem írja oda a 6 Maxwelli képletet hozzá, hogy hogyan működik a fény. Hát akkor én ezt még odaírom, mert az kimaradt belőle. Én még tudok 15 oldalt hozzáírni, ami a Bibliából kimaradt. Aztán a következő mondat. Minden mondatról volt nekem valami véleményem. Hogy miért volt ez rosszul megfogalmazva a Bibliában. Én akartam eldönteni, hogy a Biblia mit mondhat.
És csak néhány évvel később döbbentem rá arra, hogyha valaki azt mondja, hogy a Biblia Isten igéje, akkor igazából nekem nincs jogom ítéletet mondani a Bibliáról, akkor először meg kellene nézni, hogy ha én most kihagyom az én véleményemet, és megnézem, hogy önmagában a Biblia mit mond, akkor mire jutok? Úgy, hogy nem kezdem kritizálni, nem akarok dolgokat kihagyni, átfogalmazni. Nézzük meg, hogy a Biblia önmagában mit mond. És akkor rádöbben az ember arra, hogy a Biblia eléggé jól írja le az embert, elég sok történetben az ember önmagára ismer, aztán hozzateszi a Biblia, hogy bár lehet, hogy most ismertél magadra, és lehet, hogy elég sok ember ilyen helyzetben így viselkedik, ez mégse jó. Mégis csak máshogy kellene. És amikor az ember számba veszi azokat az iránymutatásokat, hogy hogyan kellene másként élni, és próbálja azokat komolyan venni, akkor egy idő után arra döbben rá, hogy mintha ez képtelenség lenne. Mintha nem lehetne úgy élni, ahogyan a Biblia mondja. Mintha nem is lenne életszerű. És akkor kell eldönteni. Akkor kell igazából eldönteni, hogy akkor mi a helyzet. A Bibliával van-e gond? Vagy velem van a baj? És a Biblia szerint velem van a baj. Ez éppen a bűn. Hogy ami nem hitből van, és a hit az az, amikor igent mondok arra, amit Isten mond. Isten szól hozzám, én megértem, és azt mondom, igazad van. Milyen jó lenne, hogyha mindenki ezt csinálná. De én sem vagyok erre képes. Kérdés az, hogy utána mi következik? Ha utána az következik, hogy segíts rajtam, akkor ott kezdődött a hit. Ha az következik, hogy én erre képtelen vagyok, akkor hagyjuk az egészet, akkor ez nem hit. És ami nem hitből van, ez a bűn. És az Úr Jézus éppen azért jött el, azért halt meg, azért támadott föl, hogy ebből a nagyon erős hajlamból, és ebből az állapotból szabadítson ki bennünket, a bűnnek az állapotából. De nem úgy, hogy utána el lehet futni tőle, ez csak akkor működik, hogyha mellette maradok. Ha ő az én pásztorom, a szó szoros értelmében. Hogy felfogom, hogy én csak egy birka vagyok. Aki magamtól nem találom a megfelelő helyet. Kell nekem a pásztor, hogy vezessen, hogy megmutassa, hogy most mit. És kérem is, állandóan az ő segítségét, és ezért meg is kapom. Erről beszél itt az Úr Jézus. Aki velem gyűjt össze, amit úgy is lehet érteni, hogy aki az Úr Jézushoz gyűjti össze az embereket, az az Úr Jézus oldalán áll. Aki valamilyen megoldást, bármilyen problémára, valamilyen megoldást kínál, de abban nincs benne az Úr Jézus. Az végső soron igazából nem ad megoldást. Lehet, hogy ideiglenes megoldást ad. Hát az ott utána majd hétszeres erővel visszajön ugyanaz a probléma, ha nem figyelek. Ez az alap.
És ott vannak a tanítványok, akik követik az Úr Jézust. És látják azt, ugye, visszatérek a mai igéhez. A tanítványok látják, hogy ők ugye éveken keresztül követik az Úr Jézust, szemtanúi annak, hogy az Úr Jézus kiűz ördögöket, és azt látja, hogy hát ott van egy másik ember. Hát ugyanazt csinálja, mint az Úr Jézus. Ugyanazt csinálja, mint a tanítványok, mert az Úr Jézus nekik is adott erre felhatalmazást, hogy az ő nevében ördögöket üzenek ki Izrael földjén. És azt mondja János, tehát Uram, hát van ott az az ember, aki a te nevedben ördögöket tűz ki, de nincs velünk. Nem követ bennünket, hát a saját útját járja. Mondtuk neki, hogy hagyjam. Jól csináltuk. És erre azt mondja az Úr Jézus, ne akadályozzátok őt, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. És ugye, itt olyan emberről van szó, akiről beszélnek, aki ismeri az Úr Jézust. Ugye? Itt nem olyan emberről van szó, aki az Úr Jézusnak az ellensége lenne. De az Úr Jézus nem csak azt a 12 tanítványt hívta el, akikkel sokkal találkozunk az evangéliumokban. Az Úr Jézus más embereknek is adott feladatokat. Meggyógyít egy leprást, és azt mondja, hogy menjél haza, és számolj be róla, hogy meggyógyultak. Ilyen is van. Neki az volt a dolga. Hát az Úr Jézus mondja, akkor azt kell csinálni. Ezek szerint volt olyan ember is, akinek az Úr Jézus felhatalmazást adott, hogy ördögöket üzön ki természetesen itt az Úr Jézus nevében. Magyarul rajtunk kívül is vannak emberek, akikkel az Úr Jézus foglalkozik. Rajtunk kívül is vannak emberek, akiket megszólított az Úr Jézus, akik őt követik, de nincsenek itt. Nem értik, hogy miért nem, de ez van. És ezt mindig szem előtt kell tartani. Nem minden hívő ember teszi a dolgát úgy, ahogy mi elképzeljük, vagy ahogyan mi jónak tartjuk. De azt mondja az Úr Jézus, de ha nincs ellenünk, magyarul nem akarja megosztani a közösségünket, lehet, hogy nem is foglalkozik velünk egyáltalán. Nem a mi gyülekezetünkből akar embereket gyűjteni magának, hanem ő is ugyanúgy viselkedik, akkor azt mondja az Úr Jézus, ha az a másik hívő ember nincs ellenetek, akkor azt úgy kell felfogni, hogy mellettetek van. Persze, ha valaki nem az Úr Jézusról beszél, ha valaki megosztja a gyülekezetet, ha valaki azt gondolja, hogy az ő gyülekezete eleve sokkal jobb, mint a miénk, hát akkor nem biztos, hogy mindenben tudunk vele együtt dolgozni. Akkor lehet, hogy inkább távolságot tartunk. De vajon vannak olyan emberek körülöttünk, akik hisznek az Úr Jézusban, csak kicsit máshogy csinálják a dolgokat, mint ahogy mi megszoktunk. És ez egy fontos gondolat, egyrészt amikor arról gondolunk, hogy itt Gerjenben kivel lehet együttműködni, mint gyülekezet. De ez akkor is egy fontos szempont, amikor jönni fog egy új lelkész, aki máshonnan jött. Más szokásokkal, mást szokott meg, más a viselkedése,
De Isten szolgálja, különben nem lenne lelkész, hogy nem bírná ki a lelkészi szolgálatot, ha nem igazán hívta el őt az Úristen, akkor nagyon, nagyon gyorsan meg fogja unni. Jönni fog olyan ember, akit elhívott az Úr Jézus az ő szolgálatára. És lehet, hogy az elején egy kicsit meg kell szokni. Hogy nem úgy áll rajta a ruha, hogy gyorsabban énekel, vagy lassabban énekel, hogy olyan éneket mond, amit nem ismerünk, hogy kicsit máshogy csinálja az Isten tiszteletet, vagy más szavakat használ, vagy sok minden lehet. De attól még mellettünk van, nem az ellenségünk. Az Úr Jézus mellett van az illető, az Úr Jézushoz gyűjti a gyerekeket, a felnőtteket, az idősebbeket, akkor nem ellenségünk. Egyáltalán nem. Meg kell szoknunk egymást. És akkor meg kell látni, közösen, hogy milyen utat jelöl ki nekünk az Úr Jézus. Mit kell csinálni? Mikor kell csinálni? Hogyan kell csinálni? Hogy az ő országa épüljön. Mert ugye az a célja, hogy minél több ember döbbenjen rá arra, hogy ő gyárilag nem jó ember. Lehet, hogy egy átlagos ember, de a Biblia szerint nem jó ember. De ez nem ítélet, hanem diagnózis. Az orvos mond egy diagnózist, ugye? Nem csak elmondja, hogy mi bajom van, aztán hazaküld, azt mondja, hogy mi a megoldás. Amikor magunkról vagy másról azt mondjuk, hogy valaki bűnös, akkor ez nem ítélet, hogy így beszél az az ember, aki nem hisz az Úr Jézusban. Hogy az egy bűnös ember, ővel nem akarok foglalkozni. A Biblia nem beszél így. A Biblia azt mondja, hogy te is bűnös vagy, és a megoldás az, hogy az Úr Jézushoz menjél. És ő meg fog tisztítani. És ha az Úr Jézus mellett maradsz, akkor meg fogsz változni. Belülről. Hogy ami az Istennek nem tetszik, az egy idő után neked sem fog tetszeni. Hogy amit az Úr Jézus szeret, azt te is fogod szeretni. Hogy amit az Úr Jézus megmutatott, hogy milyen az Istennek odaszánt élet, azt észre fogod venni a saját életedben is. És te fogsz a legjobban meglepődni. Hogy ezt én mondtam. Én voltam ilyen kedves. Akkor tényleg van Isten. Akkor tényleg dolgozik rajtam. Akkor tényleg ő az erősebb. Kedves testvéreim, erről szól az evangélium. Nem mindenkinek fog tetszeni az evangélium, mert ez már csak ilyen. Viszont ez az egyetlen igazság. Az igazságot akkor is el kell mondani, ha nem szeretik. És ez nem csak kőkemény igazság, hogy akkor is fogjuk mondani, hanem ez az életmentő igazság. Az egyetlen gyógyszer. Az egyetlen módszer macska körmökben arra, hogy az ember boldog, mert áldott életet élhessen. Most, a halálig, és a feltámadás után is. Amen.